Sziasztok! Még egyszer köszönök, üdvözlöm Rajdovics Györgyit is a klubon. Jó estét mindenkinek! Hello! Aki az ELTE filmtudomány tanszéken dolgozik, és évek óta foglalkozol indiai filmmel is. És ez lenne az első ilyen személyes kérdésem egyben, hogy mióta, tehát hogyan kerültél közel ehhez a témához, és mióta foglalkozol kifejezetten indiai filmmel? Hát, ha jól számolom, akkor most már 13 vagy 14 éve, és az egyik kolléganőm Aludas, aki annak idején felvetette, hogy a Metropolis közös folyóiratunknál csináljunk egy Bollywood számot, és akkor én ugye képszerkesztőként is, meg tördelőként is dolgoztam még akkor az újságnál, és nekem kellett képeket válogatni a számhoz, és ennek kapcsán végig kellett nézem egy jó pár bollywoodi filmet, ilyen képvadászat jelleggel, és akkor így egyből megszerettem ezt a dolgot. És aztán ez odáig fajult, hogy nem sokkal utána akkor elkezdtem hindit tanulni, mert nagyon tetszett a nyelv, és hát nyilván persze filmtudósként, vagy filmtörténészként persze ennek a filmtörténeti része is nagyon érdekelt, úgyhogy egyre többet foglalkoztam vele. Azóta benne vagyok egy nemzetközi kutatócsoportba is, meg jó pár cikket írtam. Rengeteg filmet láttam, nyilván. Úgyhogy ez a szerelem azóta is tart. Van egy filmklubon, amit ugye az Indiai Nagykövetség filmklubját én szervezem, most már nem is tudom, hogy hány éve. Az is lassan 10 éve szerintem, bár most éppen haldoklófélben, de azért az is egy elég fontos eleme, és ennek kapcsán mi szerveztük jó pár éven keresztül a filmfesztiválokat is, most az utóbbi egy-két évben nem, de hát mindig vannak újabb, és számtalan órán volt persze ezzel kapcsolatban, ami egyébként egy rettent érdekes dolog, mert nagyon érdekes látni, hogy olyan hallgatók, akiknek ez semmi köze nem volt, hogyan reagálnak erre, meg hogyan kapcsolódnak hozzá. Úgyhogy ez mindig egy nagyon pozitív élmény. Uh-huh. Ugye most, amit mondtál az alapján, te először kifejezetten a bollywoodi filmmel kezdtél el foglalkozni. Amikor arról beszélünk, hogy indiai film, akkor úgy nagyjából, nagy vonalakban hányféle különböző lehetőségről, megközelítési módról, filmgyártásról van szó tulajdonképpen? Rengeteg. Szóval ez attól érdekes, ugye az egyik alaptévedés, hogy akik Bollywoodot szokták emlegetni, vagy az, hogy a világ legnagyobb filmgyártása, ez nem igaz, mert az indiai film, amiből ez ugye csak az egyik. Indiában körülbelül 25 nagy nyelven gyártanak filmet, és azon kívül most egyre inkább jönnek fel ezek a kis... Ugye ez úgy van, hogy minden államnak van saját nyelve, nyelvi alapon lett India annak idején felosztva államokra, és vannak emellett kisebb nyelvek, és több ezer nyelvjárás egyébként, és az utóbbi években egyre inkább az a trend, hogy megpróbálnak a kisebb nyelvek alkotói is csinálni saját filmet, azok inkább művészfilmes trendek, és mellette a nagy filmgyártásokban viszont olyan, ami populáris nagy filmipar, tehát tényleg konkrétan a hollywoodi méretű filmipar, olyan is van legalább 4-5. Aha. Tehát ott van olyan, amelyik ugye ezen szokott menni a versengés, hogy melyik gyárt melyik évben többet. Most aztán megint Bollywood a legnagyobb, de volt egy pár év, amikor a dél-indiai, és ez ilyen több mint 200 film egy évben. Aha. Egyenként. Tehát, hogy... Aha. És így jön ki az, hogy nem is tudom, azt hiszem, hogy India most évente 1300 körül tart, azt hiszem. Aha, szép. Ez komoly mennyiség. Igen. És ugye mi most csak arról beszéltünk, ami Indiában készül. De ugye itt nekünk a kötelező filmünkkel kapcsolatban is a kérdésünk az, hogy hogyan illeszkednek ebbe, vagy illeszhetőek bele az indiai film ernyője alá, vagy fogalmába a diaszpórában készített filmek. Tehát amit indiai alkotók, vagy részben indiai alkotók forgatnak, nem Indiában. És nyilván ez most egy elég általános kérdés, hogy kifejezetten most kezdjünk el elközelíteni a filmünkre, és ugye itt a fontos nekünk ez az angol-indiai közösség.
ami, ha gondolom, de erős, vagy javíts ki, ha tévedek, hogy ez viszonylag hamar egy látható szelete lett az indiai filmnek nyugaton, nem? Tehát, hogy valahogy... Piacként nagyon erősen. Tehát ugye az volt, hogy szerintem az 50-es évek körül is volt ennek egy, hogy mondjam, egyfajta ilyen külföldi piaca, de azért a nagy áttörés az a 90-es években volt, részben utána voltak még nagyon komoly kivándorló hullámok, és hát tényleg olyan helyeken, mint Anglia, Egyesült Államok, Kanada, ilyen több százezres nagyságrendű diaszpóra van, tehát, és akkor még nem beszéltünk az arab államokról, és rengeteg afrikai és egyéb helyekről. És ezek nagyon hamar látható piaccá váltak, tehát a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején következett be az a fura fordulat, hogy ezekre a piacokra forgalmazott indiai filmek több pénzt hoztak, mint az otthoni 100 milliós piacok. Mert annyival magasabbak voltak a jegyárak, meg egyáltalán a közönségnek a fizetőképessége, hogy elkezdett komoly befolyással lenni az indiai filmgyártás. Elsősorban egyébként Bollywoodra, mert főleg bollywoodi filmeket néztek. És ezzel párhuzamosan indult el az, aminek szerintem a Gurinder Chadha az egyik legfontosabb figurája, hogy ők maguk is elkezdték a saját élményeiket megfilmesíteni, megjelentek, mint kisebbségi filmkészítők, tulajdonképpen ők valami ilyesminek számítanak Angliában, hiszen egy nemzetiségi kisebbséget képviselnek, annak a sajátos problémáit jelenítik meg. Nyelvileg is megfigyelhető egy minimális keveredés, bár most direkt figyeltem a filmben, azért nagyon minimálisra van szorítva a hindi mondatoknak a száma, de azért találunk benne. De hát szerintem itt főleg ez a létélmény, ez nagyon fontos. Tehát, hogy ebben a diaszporában létezni az egy mit jelent? Egzisztenciálisan, kulturálisan, nyelvileg, hagyományok tekintetében, attól rettentő izgalmas. És több ilyen filmkészítő is volt, tehát ő kezdte, aztán sorban jöttek utána, és aztán persze Észak-Amerikában, Kanadában is, hát ugye a Dipa Mehta, meg a legfontosabb ilyen nagyobb rendezők. És érdekes, hogy ezek között sokkal több nő van, mint amit az otthoni filmek. Erről akartam külön kérdezni, ez egy kicsit topik, de még azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ennek az mondjuk az Angliában élő indiai közösségnek nagyjából így ez az időszak, tehát ez a 90-es évek, 2000-es évek fordulója hozott igazából először ilyen típusú mozgóképes láthatóságot? Vagy csak ekkor készültek mondjuk népszerű filmek, de igazából ők forgattak filmeket a 70-es években is, vagy a 60-es években, erről mit lehet tudni? Nem tudom pontosan, csak azt tudom, hogy ekkor vált láthatóvá az angolok számára is, meg a nemzetközi közönség számára. Tehát, hogy azért nem tudom, mert maga ez a diaszpora közösség is akkor vált dominánsá. Tehát, hogy így kulturálisan, és ez mennyire az angol hagyományokból következik, és mennyire abból, hogy addigra a számuk már nagyon-nagyon jelentős lett, ezt nem tudom pontosan. De hogy Gyacsát, ha azért érdekes, mert az ő filmé voltak az első olyanok, amik már díjakat nyertek, külföldi fesztiválokra bekerültek, piaci siker volt, tévébe játszották, tehát hogy tényleg így megjelent nemzetközileg is, és mindenki tudott róla, ami a korábbiaknál ilyen marginális volt. Tehát, hogy amikor saját maguknak készítenek filmet, ez egy teljesen más dolog, mint hogyha ez nemzetközileg elismerté válik. Tehát, hogy ezért fontos ez szerintem nagyon. Uh-huh. Tehát itt azért alapvetően olyan filmekkel kezdtek akkor, ami kifejezetten nekik, tehát ezekre a helyi piacokra volt számva, és akkor utána jött mondjuk az a film, mint a Beckham, vagy más ebben az időszakban filmek, amik meg már kifejezetten... Ez meg más filmek is, például az Én szép kis mosodám, az is tulajdonképpen erről a... Most nem emlékszem, hogy ez hanyas, de az is valamikor ilyen tájban készült. Uh-huh. Ami szintén ennek a közösségnek a létélményét is jeleníti meg, még akkor is, hogyha ez nem egy diaszpora filmkészítő, de mégiscsak az, hogy egyáltalán a dél-ázsiai, meg az afrikai minoritások Angliában megjelenjenek filmen, ennek legyen hangja, legyenek egyáltalán ez a kettős lét élmény, ez megjelenjen valamilyen módon filmekben.
Rettentő izgalmas szerintem, és nagyon érdekes. Abszolút. Meg például az is, hogy ezek a diaszporában készített emiatt könnyebben mondjuk nemzetközi közönséghez utat találó filmek, mint a Csavarban, mint Bekem, azok igazából előbb lettek egy nem indiai néző számára láthatóak, mint az indiai filmek, mint az Indiában gyártott filmek. Tehát, hogy mennyire... Körülbelül egyszerre van. Aha. Mondjuk a Budgie on the Beach, ami a, nem tudom a magyar címét, talán Budgie a strandon, vagy Budgie a parton volt már úgy, az korábbi volt, de a Beckham az nagyjából egyidős ezzel az áttöréssel, mert az a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére esik. Tehát akkor készültek azok akkor kerültek be az angliai piacra azok a bollywoodi filmek, amik már bekerültek mondjuk az adott hét top 10-be, meg tehát 98-ban készült a Dilsey, ami ugye magyarul azt hiszem Szívből igazánnak lett lefordítva, mi többször is játszottunk a filmklubon, ami egyébként nem tipikus Bollywood szerintem, de az volt az első, amire az angliai közönség rettenetesen fölfigyelt, és az hetekig benne volt a legnézettebb 10 filmben, és mindenféle díjakat kapott meg, óriási közönség siker volt. És aztán a másik ilyen nagyon jegyzett, az 2002-ben volt a Kabikusi Kabigám, ez a néha öröm, néha bánat című film, ami viszont már más európai országokban is óriási siker lett. Na, az viszont egy ilyen nagyon, és ez nekem nagyon érdekes, hogy ez pont ugyanabban az évben készült, mint a Beckham, és ég és föld, tehát abban meg ez a nagyon cukormázas, nagyon klasszikus, hagyományos indiai családokat dicsőítő, de közben az értékrendje rettentő hasonló, mert ez is arról szól, hogy a család fontossága, az idősek tisztelete, a szülőknek való engedelmesség, az, hogy meddig lehet lázadni, mennyire van a fiataloknak joguk saját döntéseket hozni. Ráadásul ott is az van, hogy az egyik fiú a családból az úgy összeveszik az apjával, hogy kivándorol Angliába, és ott kezdenek új életet. Tehát itt két történetszál van, ami az egyik Angliában játszódik. És az már akkor a siker volt, hogy az Németországban is megnyitotta a piacokat az indiai filmek előtt, és tévében is rengeteget ment, meg szóval az mai napig egy ilyen alapdarab, és az körülbelül ezekkel egy idős. Tehát szerintem ez egyszerre következik be, hogy nyitnak az indiai kultúra felé, és ez valahogy belföldön is, meg a külföldi filmekkel szemben is egyszerre jön felszínre. Tehát amennyire ezt így vissza tudom követni. Aha. Ezt itt kicsit az előbb már elkezdted ilyen címszavakban összefoglalni, vagy erről beszélni, de erre szerintem átmehetnénk, hogy az, aki mondjuk a Csavartba, mint Beckham alapján kapna valami képet, vagy alkotna valami képet az indiai filmről, mondjuk a bollywoodi filmről, az mennyire kap hiteles képet, és mennyiben kap egyáltalán teljesen mást, mennyiben olyan, aminek nincs is köze Bollywoodhoz, vagy ami egy teljesen más kultúrának a produktuma. Nem igazán teljesen más, szerintem fele-fele körülbelül. Tehát azért nagyon látszik, az nagyon fontos, én ismerek több ilyen angol-indiait a kutatócsoportunkban, több ilyen van. Illetve hát Angliában, akik Bollywooddal foglalkoznak, ők szinte mind indiai származásúak persze. És azért ezekben a családokban nagyon megvan ez az ambivalencia, hogy ők rettenetesen őrzik a gyökereiket, a családi összetartás az rettentő fontos, de közben ennél a generációnál már nagyon látszik, hogy ők azért vérbeli angolok. Tehát nem tudom, mennyire figyelted a filmben, de itt a fiatal generációnak teljesen brit kiejtése van. Igen. Például, amikor a színészek beszélnek. És ez az ambivalencia, amit a Pinkinek a karakterében megjelenik, hogy hát férhez menni, meg gyereket szülni, meg folytatni a tradíciókat, de azért közben már lefekszem a barátommal, meg titokban randizok, meg átverem a szülőket. Tehát ez azért úgy, szerintem ez jól jellemzi ezt a kettősséget, amiben ők megjelennek. Tehát az a része egyébként, hogy az értékrend milyen, az erősen rokon a Bollywoodival.
Tehát pont ezek az, hogy a szülők, ugye itt is előkerül lesz, hogy előre elrendezett házasság, vagy szerelmi házasság, és akkor külön elmondják, hogy ez egy különleges dolog az övéké, mert ez egy szerelmi házasság. És egy picit, mintha benne lenne az is a konfliktusban, hogy az ő családjuk nem elég puca, hogy hívják a fiút. Titu, a Titu-éknek a családjához. Tehát, hogy talán benne van ez is, és hogy ők tulajdonképpen egy ilyen szerelmi házasság, de azért közben benne van az is, hogy nem tudom hány ilyen ruhát kell adni mégis hozományként, bármennyire is szerelmi házasság, és elvileg a szerelmi házasságnál nem kellene legyen hozomány, meg ott elmondja mama, nem tudom, mert emlékszel-e, hogy meg kell mutatni nekik, hogy mi elég gazdagok vagyunk, és ezek a részek. Meg hát a legfontosabb ez, hogy a szülőknek nem mondunk ellent, és hogy azt kell csinálni, hogy a szülők mondanak, az öregeknek a tisztelete, ezek mind nagyon hollywoodiak. Szerintem amiben nagyon nem az, az a stílus. Tehát, hogy a formailag ugyanez egy indiai filmben nagyon másképp néznek ki. A konfliktusok lehetnének hasonlóak, nem merne idáig elmenni, tehát az egész biztos, hogy nem a fehér fiúval nem jönne össze. Sokat gondolkodtam azon, hogy a Mátkaság és legény élet, tehát a következő filmje, az miért nem tudott siker lenni igazán Indiában, és szerintem ezért. Mert hogy ott is azzal fejezi be a csatha, hogy a fehér sráccal jön össze a hősnő a végén. Ez egy hollywoodi filmben még ma sem fér bele. Uh-huh. Tehát ugye azért ennyire a közösségen belül kell megmaradni. És hát a legfontosabb az, hogy itt nincsenek igazán zenés-táncos jelenetek. És stílusban is talán visszafogottabb. Kicsit ugrál, mert vannak benne olyan jelenetek, például az esküvő, meg az eljegyzés, meg nem tudom mi, ahol megjelenik ez az ilyen nagyon színes, ugye a tradicionális Bollywoodban ez a sok narancssárga, sok rózsaszín, sok piros, ilyen nagyon élénk, nagyon színes, nagyon zenés, és itt picit fölvillantja mondjuk az esküvőnél, de azért az nem így néznek ki. Például az esküvői zenés táncos részt, az biztos, hogy úgy csinálták volna meg, hogy ez egy koreografált tánc legyen. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanilyen tömeg, ott van az egész család, mindenki táncol, de abban lenne valaki, aki viszi a vezérszólamot, aki énekel, aki szóló táncol, hogy úgy mondjam, a családból, és akkor a többiek körülötte becsatlakoznak. Tehát, hogy akkor ez egy koreografált tánc lett volna valószínűleg. Uh-huh. Meg hát a hossza. Ja, igen. Hollywoodi film nincs 2 óra alatt ma se. Inkább 2,5. Ezek a foci meccs jelenetek, azok szerinted mennyiben tekinthetünk úgy rájuk, mint amik a helyébe léptek az ilyen típusú ilyen musical betéteknek? Tehát, hogy amik így, ilyen attrakciók, amik kicsit leválnak a fő sztoriról, fő cselekmény szárról. Hát, nem tudom, hogy mennyire látvány, és ugye a 2000-es évek közepén náluk is megjelennek egyébként a sportfilmek, illetve akkor fölfut egy kicsit ennek a divatja, és hát a női foci nincs is, de női kriket, meg mi volt a másik, azt hiszem, az póló csapat volt, ami 2005-ben volt egy ilyen nagyon Hajrá India című film, ami egy ilyen iszonyú siker lett. Az a Lagán? Nem, az 2002-es, az krikettes. Az krikettes, aha. De hogy nekik ez a sport, mint kitörési lehetőség, azért ez egy elég régi sztori, és nagyon népszerű. Tehát nagyon sok ilyen film készül Indiában. És bocsánat, most szarkasztikus leszek, de hogyha főleg, ha ebben valaki olyan, aki hátrányos helyzetű, vagy sérült, vagy vak, vagy bármiféle egyéb, akkor még népszerűbb a sztori, tehát szeretik ezeket a lecsúszás történeteket még mélyebbről kezdeni. Az akciójelenetek sokszor átveszik a helyét a táncjelenetnek. A sport, hát talán annyiból, hogy ugye itt is sokszor zenés szekvenciáként csinálja meg a csatha. Tehát annyiban igen, hogy ez a átviszem egy másik regiszterre, kicsit kikapcsolom a nézőt, pihenünk, szórakoztat, annyiból igen. Ja, ja. De nem érzem elég látványosnak hozzád. Aha. Az mennyiben, ugye mondtad, hogy mi az, ami ebből a filmből, a sztoriból megmaradhatna Indiában, ha indiai gyártásban készült, mi az, ami nem. Az, hogy ilyen típusú
kisebbségi karaktereket ábrázolt, tehát ugye van egy meleg fiú, a sztoriban meleg indiai fiú, az ír edző, aki a lánya, a tanítványával jön össze, és az, hogy a foci a kitörési lehetőség, ami ugye mondtad, hogy nem egy tipikus sport egy ilyen indiai filmes környezetben, azt mennyire érzed, hogy elgurulna Indiában? Tehát, hogy erről mit lehet tudni, hogy akár ennél a filmnek, ennek a filmnek a fogadtatásában ezek mennyire, ettől mennyire idegenkedtek akár indiai nézők, vagy mennyire volt ez magától értetődően elfogadható? Hát nem igazán. 2002-ben biztos, hogy még nem. Ugye itt több ilyen tabutörés dolog is van szerintem, mert már eleve, tehát több ilyen merész dolog is van. Az egyik, a legfontosabb szerintem, amit ugye persze erről a filmről a nyugati nézők is jól érzékelnek, hogy ez egy női kitörés történet. És talán az indiai nézők számára ez volt az egyik legmerészebb benne. Tehát, hogy ilyen mértékig jelent. Egyrészt eleve az, hogy ő egy férfi területre téved, tehát a sportok közül is egy kifejezetten férfi sport. Szerintem az egy elég fontos. Az, hogy egyetemre is megy, hogy egyedül megy el külföldre, ugye ez itt nincs annyira kihangsúlyozva, de a mama azért ezt így fölveti, hogy igazából ilyet nem nagyon szeretik az indiai családok, pláne nem a szikek. Az, hogy föllázod a szülők ellen, tehát már eleve ezek az elemek. Tulajdonképpen voltak éppen már a Pinky története is egy klasszikus bollywoodi történetben egy, hogy mondjam, a modernebb szállat képviselni. Tehát vannak olyan, például az egyik, a Hamapkehánykon, az volt az egyik ilyen nagy, egyébként az volt a legelső, amire felfigyeltek Angliában, az 94-es, az a Ki vagyok én neked című film. Ott például két testvér van, két fiú és két lány testvér, és az idősebb páros az előre elrendezett házassággal házasodik, és a fiatalok egymásba szeretnek. És ugye ebben a tradicionális narratívában, hogy választani kell az előre elrendezett házasság és a szerelmi házasság között, valójában a szerelmi házasság képviseli a modern mai életet, a nagyvárosi modern értékrendet egyáltalán. És ehhez képest ugye itt már a Pinkyék is valamilyen módon átlépik a határokat. Tehát szerintem ezt egy európai néző nem érzékeli annyira. Igen. Nyilván a jazznek a története sokkal érzékelhetőbb. Szerintem ami abban a korban nem fért volna bele, az egészen biztos, hogy a Tony. Tehát a meleg karakter az 2002-ben Indiában még egyáltalán nem. Ugye itt az a helyzet, hogy ez egy problematikus pont, mert Indiában, most éppen megint nem tudom, hogy mi a helyzet, mert először feloldották, aztán visszahozták, de hogy volt egy még brit időkben hozott törvény, ami konkrétan törvénytelenné tette a homoszexualitást, és életfogytiglani börtönt lehetett kapni a homoszexuális kapcsolatokért, ami 2002-ben még érvényben volt. 2008-ban volt egy film, a Dostan, a barátság, ami először ilyen nagy hollywoodi szupersztárokkal, még egyre csak ilyen komédia szintjén hozta föl ezt a témát, és akkor az hozott egy ilyen áttörést, akkor egy időre törvényen kívül helyezték, aztán a legfelsőbb bíróság ezt visszavonta, most azt hiszem, hogy talán már megint sikerült ez, de szóval ez még a mai napig nagyon problematikus pont, viszont már a filmben megtörtént az áttörés, és azért a populáris filmekben is egyre több meleg karakter van. Ebben az időben csak a művészfilmekben volt. De 2002-ben ez még abszolút nem fért volna bele. Aha. Tehát ez egészen biztos. És hát a fehér kisebbségi, ugye itt a fő probléma az, hogy fehér. Tehát az, hogy egy indiai fehér párkapcsolat az nem nagyon, nem véletlen, azt emlegetted az előbb a Lagant, aztán nem többen látták, mert az Oscar díj jelölt film volt, hogy ott is az van, hogy ezért az indiai lány mellett marad meg a főhős, és nem pedig a fehér nő mellett, tehát bármennyire is szimpatizálnak egymással, ez egy ilyen plátói vonzalom kell, hogy maradjon. Aha. Nincs igazán, és ez nagyon jó pofa, amikor elmondja a Jess, nem tudom, amikor ott ülnek az öltözőben, és akkor ott faggatják a lányunk, hogy mi az, ami belefér, és mi az, igen, ami nem, és mondja, hogy
mondta, hogy fehér fiú semmiképpen, fekete még kevésbé, de legkevésbé muszlim. Igen. Hiszem, ezt mondja. Igen. És hogy házasság előtt nem feküdhetsz le senkivel. Azt hiszem, ezeket sorolja fel így a... Igen. Igen, de ugye ebből a szempontból érdekes a meleg fiúnak, Tonynak a pozícionálása, mert hogy őt ugye azért, bizonyos szempontból, hogy azért meleg, mert ő lehetne a fehér fiúnak a riválisa, nem a Jeff. Dramaturgilag igen, végül is ez igaz. Viszont ki van vonva ő az egyenletből, tehát hogy akkor így nem marad a sztoriban szóba jöhető indiai fiú. Hát de ott van az esküvőn ez a nagyon maszkulin figura, igen, akit utána látunk, ugye az a... Nem, hát ott ez nagyon úgy van megrendezve, hogy látszik, hogy ott ez kifejezetten arról szól, ugye a... Tehát egy klasszikus indiai filmben ez lenne a tipikus ismerkedési helyzet. Aha. Tehát, hogy ez valóban így van, hogy az esküvőkön, amikor több száz ember összejön, akkor valóban ott szoktak párt keresni a fiataloknak, és ez, hogy itt ezek távoli rokonok, az abszolút a tipikus ilyen matchmaking, tehát párkeresési stratégiák egyike, hogy akkor nézzünk ilyen harmadnemélyen unokatestvéreket, vagy a nagynének a nem tudom ki ilyen, meg ilyenek. Tehát, hogy az egy, és úgy is néz rá a srác, meg egy pillanatig fölvetül ennek az egész, hogy hát tulajdonképpen miért ne lehetne az egy ilyen potenciális. Aha. És ami még érdekes, nem tudom, hogy te fölfigyeltél, amikor van egy olyan jelent, amíg ott az eljegyzésen, hogy ott az öreg lányok heccelik a jazzt, hogy akkor te leszel a következő. Igen. És ugye nem azt kérdezik tőle, hogy fehér vagy indiai fiút akarsz, vagy bármi, hanem egyetlen alternatíva merül föl, hogy hagyományos szik, vagy modern szik. Tehát igen. Még az sem merül föl, hogy másfajta indiai. Aha. Ugye azért ők, tehát ez hozzátartozik az egészhez, nekem ettől nagyon is érdekes a film, hogy ez nem csak indiai angol közösség, hanem ez kifejezetten pandzsábi, és kifejezetten szik. És látszik, hogy a csatha ebben nőtt fel, mert egyszerűen a helyszínek azok, az egész közeg az, a szokások azok, és ahol játszódik ez az egész, ez a South Hall, ez Londonnak egy olyan külvárosa, ahol kifejezetten a pandzsábi indiaiak élnek. Nagyon nagy számban. Tehát ez nekem is meglepő volt, mikor voltam Londonban, és ennek utána néztem, hogy a különböző indiai diaszpórák más-más külvárosaiban élnek Londonnak. Tehát a dél-indiaiak teljesen máshol vannak, mint az észak-indiaiak, vagy a pandzsábiak. Érted, a pandzsáb is észak-india, persze. Uh-huh. És ez egy nagyon zárt közösség, és ugye a szikek Indián belül is, hát bizonyos értelemben vallási kisebbség. Mert ugyan nincs nagyon távol a hinduizmustól, de azért ez egy más vallás. Aha. És nagyon összetartanak, tehát Indián belül is őket tartják az egyik legzártabb közösségnek, és ott nagyon erős elvárás, hogy valaki a közösségen belül házasodjon. És tulajdonképpen erről beszélnek ott a nénik, amikor ezt pedzegetik, hogy hát az föl sem merül, hogy a jazz nem, hogy fehéred, de másfajta indiai fiút is keressen magának, vagy bármit. Tehát, hogy... Érdekes, hogy kiemeltett tényleg azt a turbános fickót az esküvőről, mert én nyugati, vagy nem indiai nézőként abszolút egy ilyen kvázi jelentéktelen komikus mellékfigurának láttam, aki csak úgy egy percre ott megzavarja a nyugalmat, de hogy te igazából egy ennél jelentősebb figurának látod, tehát hogy ő vagy egy ilyen ember lehetne igazából a férjelölt a hősnőnek. Hát egyrészt ugye a nénik ilyet írnak le egyáltalán, igen, abszolút, a másik meg az, hogy ahogy ránéz a Jessre, abból látszik, hogy ő is azzal a célral jött ide, hogy keresni kell egy feleségjelöltet. Aha. Tehát szerintem egyszerűen a szituáció, a dramaturgiai szituáció az egy hagyományos indiai filmben ez lenne, hogy akkor itt most jön egy ismerkedés. Ja. De ebben is benne van ez a lázadás dolog, hogy a Jess kapásból lelép gyorsan elhúzónak. Igen. Tehát ő is érzi különben, tehát ő is abszolút tudja ezt a... Aha. Szerintem azért is megy el nagyon gyorsan onnan, megpróbálja hárítani ezt az egészet. Amit az előbb mondtál még azzal kapcsolatban, hogy ez a szik közösség hol él London melyik részén, nekem azt tűnt fel a filmben, amire igazából csak egy utalás van, és csak meg akartam kérdezni, hogy ez mennyire hiteles, hogy így fölmerül, hogy itt ez a reptér közelében van, a Heathrow reptérnek a közelében, és mondja is a Jess, amikor a balesetéről, gyerekkori balesetéről mesél az edzőnek, hogy akkor sérült meg, amikor az anyukája túlórázott a Heathrow.
Tehát, hogy ő de az látszik, hogy a izé is ott dolgozik, a papa is, a Pinky is, igen, a túl is. Igen, és az tehát, a parkolóban van az elején, igen. Tehát, hogy ezek igazából ez a közösségnek a tagjai nagy számban ott dolgozik. Tehát ilyen reptéri alkalmazottak, nem is, hogy ez tényleg így van, gondolom. Hát ez azért érdekes, ugye, hogy ez nyilván a távolság miatt is van, de hogy azért, na ez például nekem nagyon érdekes volt, hogy a 2000-es évek elejé bollywoodi filmekben, hogyha ilyen konfliktus van, az mindig ilyen nagyon gazdag milliómos családok. És pont attól látványosak a filmek, hogy ilyen felső 10 000-beli, felső kasztbeli, nagyon elegáns családok közegében játszották ugyanezeket a szerelmi konfliktus versus elrendezett házasság típusú történeteket. És a Chathall meg azért annyival sokkal realistább, hogy ő ezeknek a valós közegét mutatja. Tehát, hogy ezért egy Angliába kivándorolt indiai, az nagyon-nagyon ritkán gazdag, ők általában olyan típusú munkákat végeznek, amit a fehérek nem szeretnek annyira. Ugye a másik, ami inkább európai rendezőknél fordul elő, hogy nem tudom figyelni, hogy állandóan taxisofőrök indiaiak például. Tehát, hogy van néhány ilyen jellegzetes vállalkozás, vagy a másik ez, hogy mindenki kereskedő, mert hogy ugye azok így adottak. És hogy ennyiben szerintem ez sokkal realistább, hogy valósabb ennek a közegnek a valamilyen megjelenítés, hogy milyen munkából élnek, milyen a vagyoni helyzetük, hogyan boldogulnak ezek a családok. De ugyanakkor meg a tradíció meg annyiban azért mégiscsak él, hogy a Pinkinél lehet látni, hogy abban a pillanatban, hogy férjhez még gyakorlatilag nem dolgozik tovább, mert szinte rögtön az elején gyereket szül, otthon marad, és azt nem tudom, te például észrevetted, de hogy ott az anyóssal van együtt, tehát ott is kimondatlanul benne van, hogy ő is oda költözik a fiú családjához, és ők is a hagyományos módon, ugye a lány nem külön háztartást nyitnak, hanem a fiú családjával élnek hát, együtt. Ez nem is tűnt föl, de tényleg ez van. Hát amikor ott mutatja neki ezt az oklit, igen. Tehát egy kicsit az látszik, hogy ő az egy olyan hétköznapi idilli pillanat ott a végén, és hogy természetes módon ő egy térben van a mamával otthon, és ők valószínűleg ketten együtt nem dolgoznak, hanem háztartást vezetik, várják a babát. Ez a tradicionális úgynevezett joint family. Ugye ez, amikor együtt élnek a különböző generációk egy háztartásban. Arról az előbb beszéltünk, vagy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az indiai filmeknek milyen népszerűsége lett nyugaton, de arról tudunk-e, vagy tudsz-e valamit, hogy például a Csavarda mint Bekemnek, vagy más ilyen diaszporában készített filmeknek Indiában milyen fogadtatása van? Mennyire számítanak botrányosnak, ugye pont ezek a dolgok, amiket most végigvettünk, hogy ami még ott nem lehetne, vagy ennek ellenére, vagy ezzel együtt van-e sikerfilm ezek között Indiában? Az a baj ezzel szerintem, hogy ők nem tudnak igazán konkurálni az indiai nagyfilmekkel. Tehát, hogy ez nem ugyanaz a pálya, hogy úgy mondjam, nem egy pályán fociznak. Aha. Tehát, hogy ugye az van, hogy Indián belül is, és gyakorlatilag minden egyes nagy filmgyártásokon belül mellett is van egy művészfilmes trend. És Indiában általában női filmrendezők ott érvényesülnek. Tehát, hogy ugyanúgy van hindi művészfilm, meg bengáli művészfilm, meg délindiai művészfilm, meg, tehát az összes nagyobb nyelvnek van értelmiségi közönségnek, városi közönségnek szóló kis költségvetésből készülő művészfilmje is. És általában női rendezők azon a terepen tudnak érvényesülni, és szerintem ezek a diaszporában élő filmkészítők sokkal inkább ezt a közönséget tudják megcélozni. Tehát egy nagy költségvetési bollywoodi film az egészen másfajta költségvetésből készül, másfajta forgalmazási stratégiákkal él, és olyan mértékű bevételeket hoz, ami egy teljesen más regiszter. Tehát hogy szerintem ezt inkább így kell összevetni. A Bekemet pontosan nem tudom, azt tudom, hogy és az nagyon látszik is, hogy a következő filmje a Mátkasság és legény élet, ugye, ami a Büszkeség és balit élet indiai vagy bollywoodizált verzió lett volna, abban látszik is egyébként, hogy azzal be akart törni az indiai piacokra, de még a Isvariarai ellenére sem lett igazán. Azt olvastam, hogy
az indulás akkor elég jó bevételeket hozott a nyitó hétvégén, de aztán azért az sem volt képes. És szerintem ott is benne van ez, hogy azért ez mégiscsak egy ilyen diaszpora értékrend valahol. Tehát pedig ott vannak benne, ugye eleve választott egy indiai sztárt, a sztori az tökéletesen alkalmas lenne szerintem arra, hogy abból egy tipikus bollywoodi filmet lehessen csinálni. Vannak benne zenés táncos jelenetek, tehát ott elvileg megvan hozzá minden. Egy indiai férfi sztár az nagyon kellett volna hozzá, anélkül ez nem, nem jött szóba. Egyébként itt is benne van, nem tudom, ezt mennyire tudod, hogy akit a papát játsza, az egyik legismertebb indiai ilyen karakterszínész. Aha. Az Anupam Kher, most néztem, hogy több mint 400 filmben játszott. És mondjuk hát az örök ilyen apa, meg tehát ezeket a figurákat. És a másik a nagy kedvencem, aki itt a nagymama, nem tudom, hogy... Kerestem ból egy képet, hát ha sikerül megosztani. Nem. Csak akkor a meghatalmazolakot tudom megosztani. Ja, de azt most meg nem látom, hogy kérem téged meghatalmazni. Lehet, hogy nem te vagy a meghívó, mindegy. De én emlékszem, igen, tehát hát ha a többiek is, igen, emlékszem. Az ősz nagymama, ugye? Igen, ilyen nagyon-nagyon öreg. Igen. Ő egy nagyon, tehát tényleg egy ilyen ikonikus figurája az indiai filmnek. Mert akkor volt pont 90 éves, mikor ez a film készült, és 95 éves koráig játszott indiai filmekben, és gyakorlatilag a 40-es évek közepétől 2007-ig még jelen volt. Aha. És rengeteg olyan nagy, óriási sikerfilm volt, amiben ő játszott már, hát a 90-es évektől kezdve ilyen nagymamákat, meg dédnagymamákat, nem tudom mi is. Hát szóval az ő kettőjük szerepeltetése azért az egy nagyon mutatja szerintem azt is, hogy a Chadhának is nagyon fontosak ezek az indiai gyökerek, meg az indiai filmnézés, mint olyan. Tehát, hogy ezek a diaszpora közösségek nagyon erősen kötődnek, és az egyik szál, amivel tudnak kötődni a hagyományokhoz, az a film. Tehát ez például ez nagyon érdekes, amikor az ember, szociológusok írnak erről, hogy milyen hatása volt az indiai filmeknek a diaszpora közösségre, ez az egyik, hogy nekik például ez egy óriási lehetőség volt, hogy megtanulják az otthoni szokásokat. Tehát hogy egy kis diaszporában nincs lehetőség ugyanazokat a rituálékat végigcsinálni, meg egy esküvő is inkább 50, mint 300 fő, vagy 100 fő, ahelyett, hogy 500 fő lenne. Tehát egy nagyon sokszor arra használták, hogy ezeket a rituálékat is megtanulják, és nagyon intenzíven nézték ők gyerekkorukban, fiatalkorukban a bollywoodi filmeket. Meg is van idézve a filmben, van egy Amitabh Bachchan filmből részlet, meg van az egyik indiai tévés vetélkedőből. Mert ugye a másik, ami valószínűleg gerjesztette ezt az India és Anglia közötti kapcsolatokat, hogy ekkoriban indultak a műholdas adók Angliában, és több olyan volt közöttük, például a B24, ami kifejezetten bollywoodi filmekre volt specializálva, vagy indiai produktumokra. Azt hiszem, hogy ottan a ZTV-t hozzák be, ami szintén az egyik ilyen volt, ami hát ez volt, hogy tulajdonképpen a diaszpora közönségnek is indiai tartalmakat is rettentő üzlet volt, nagyon jól működött. Tehát az, hogy a mama ott ilyeneket néz, az teljesen természetes egy diaszpóra családban. Uh-huh. És tulajdonképpen ott a papának a modernségét mutatja az, hogy ő már angol újságot olvas, meg mondja ezeket a... Hogyan énekelnek az indiai tehetségmutatóban. Igen, azon gondolkodtam is, hogy néz ki ennek a családnak az angliai leszármazás, tehát hogy ki az, aki már Angliában született először, hogy a jazz nemzedéke, nem? Tehát, hogy a szülei még, ők az első generációs bevándorlók, nem? Hát a papánál nem teljesen egyértelmű, mert ugye azt mondja, hogy Kenyában volt fiatal. Igen, ami ugye a Gurinder Chadának a személyes története, igen. De ez egy komoly generáció volt, aki így került át Angliába, hogy nem közvetlen Indiából, hanem más gyarmatokról jöttek át, és azok, igen, tehát ez a... Tulajdonképpen
az, aki ebben az időben már a második generáció volt fiatal gyakorlatilag. Tehát ez szerintem egy nagyon tipikus, és ennek a generációnak az alapélmény, hogy a szülők érkeztek meg Angliába, vagy esetleg fiatalkorukban hozták őket a nagyszülők, és akkor az ő gyerekeiknél már fölmerül ez a kérdés, hogy, hogy ők már angolok, vagy indiaiak, vagy hogy hogyan is keveredik ez a kettő. És hát most már igazából a harmadik generációnál tartunk, ahol egyre kevésbé érzik magukat indiainak, de azért erősen őrzik persze a hagyományokat. Ugye itt nagyon fontos szerepe van a nagy családnak, tehát nekem is van egy ismerősöm barátom, ahol nem tudom, 8 gyerek volt, mindegyiknek a gyerekei, unokái, és amíg a nagyszülők élnek, addig nyilván sokkal jobban összetart a család, tehát jobban őrzik a családi hagyományokat. Itt azért fontos a vallás is, tehát ők nem nagyon vallásosak a filmben, de azért előjön egy pár ilyenben, mikor ott imádkoznak a bizonyítványért, meg amikor van az esküvő, ott is látszik, hogy azt a helységet is valószínűleg istentiszteletekre is használják, mert ott vannak ilyen mindenféle istenszobrok is a szélén a helységnek, tehát ez is egy ilyen jellegzetes, ilyen multifunkcionális diaszpóra gyülekező hely. Igen, meg ugye körbeveszi őket egy olyan hétköznapi közeg, ami így kvázi így az ő ilyen angol-indiai igényeikre van optimalizálva, tehát amikor mennek esküvői ruhát vásárolni, akkor is ugye ezek az ilyen szári bolt, vagy nem, tehát ott egymás mellett ott vannak ezek a kifejezetten indiaiaknak való, meg kaja, valami olyan kaja, vagy kaját is vesznek, tehát hogy ez azért látszik, hogy ott van egy sétáló utca, ami kifejezetten ilyen indiaiaknak van. De ez ma is ilyen. Igen. Tehát nem tudom, 2 éve, vagy mikor voltam kín, és direkt kimentem Southall-ba megint, és tök ugyanilyen ma is. Aha. Tehát, hogy ez a fő utcája a Southall-nak, az hát eleve ugye ez az egész negyed indiai, sőt pandzsábi, de a fő utca az kifejezetten erre van specializálva, hogy esküvői ruhabolt, cipőbolt, tehát vannak olyan boltok, ahol csak esküvői női cipőket árulnak, több száz darabot, aztán kajaboltok, ékszerboltok, ugye a másik nagyon fontos esküvői kellék, ez a rengeteg arany ékszer. Ugye gyakorlatilag ebben kapják meg a lányok a hozományt. Aha. Hogy az esküvőre teleagatják, nem tudom, emlékszel, mindenféle a homlokán, tehát rengeteg arany ékszer. És hát gyakorlatilag a fő utca ezekkel van tele, és akkor közben egy-két étterem, meg néhány ilyen kajabolt, de nagy része ezekből áll. Igen, és az nem annyira hangsúlyos a filmben, de azért egyértelmű, hogy ez amúgy tök messze van mondjuk Londonnak a központjától. Tehát, hogy amikor ők bemennek edzőcipőt vásárolni a Jazznek, akkor az nem egy buszút, hanem az egy órás, nem tudom mennyi vonatút. Tehát az egy ilyen hétvégi program, hogy bemegyünk Londonba. Igen, hát ezért is van az szerintem, hogy ők ott a közelbe próbálnak munkát keresni, és hogy ez úgy egy teljesen olyan értelemben complete life, hogy nem kell ahhoz elmenniük onnan, hogy bármit megtaláljanak, ami szolgáltatás, ami sport, ami kultúra, ami, tehát hogy ott helyben dolgoznak, ott élnek, ott vásárolnak, minden ott zajlik. Ja. Külön kis város, ami ilyen értelemben az ő igényeikre van optimalizálva, mert hát nyilván kajában is minden egyébben azért itt mindent lehet kapni, amire egy indiának szüksége van. Most sokat beszéltünk arról, hogy a film hogyan reprezentálja az indiai életmódot, vagy az indiai kultúrát, de arról is beszéljünk, hogy az angol kulturális hagyományok, és értve ez alatt a filmes, filmtörténeti hagyományokat, azokra mennyire épít ez a film, mert ugye beszéltünk erről a középosztálybeli, vagy alsó középosztálybeli hátteréről az indiai családnak, de végül is ez igaz a Keira Knightley családjára is, hogy ők is egy ilyen viszonylag ilyen átlagos középosztálybeli család, és erről akartak kérdezni, hogy így mennyiben kapcsolódik ez a film mondjuk az ilyen 90-es évekbeli kisrealista angol Tom Mike-li típusú filmekhez. Mm-hmm. Én érzem benne, nem, ezt nem tudom egyébként, hogy a csatának ez mennyire volt konkrét, illetve azt tudom, hogy biztos, hogy kellett, hogy legyen, mert amikor ő fiatal volt, akkor ő dolgozott a VFI-ban, meg készített dokumentumfilmet, tehát voltak erős kötődései a korabeli angol filmkészítő csoportokhoz, meg egyáltalán az intézményrendszerhez, tehát nyilván, hogy voltak hatásai. Én egyébként a fiú figurájában is érzem, hogy bármennyire nem
jelenik meg a család konkrétan, de amikor elmond az apáról, igen, meg az apával való kapcsolatáról. De igen, én is a... Hogy hívják a filmben, a Keira Knightley-t most gyorsan akartam mondani. Jules. Jules-nak a családjánál is lehet látni. Tehát eleve az, hogy ők ebben a külvárosban élnek, vagy mellette, ez ugye nem derül ki teljesen, lehet, hogy ez a következő külváros. Itt ez ugye Hounslow-i héják a csapat, tehát az meg egy kicsit, hogy a még arra van. Vagy... De hogy, hát ez ott látszik, van benne egy olyan tábla, nem tudom, emlékszel erre, amikor mennek valahova, van egy utcatáb, vagy egy út, város tábla, ami mutatja, ez egyik van balra, a másik jobbra. Ezben a botont, hogy hol van pontosan ez az indiai negyed. Próbáltam őket provokálni, hogy találtak-e az angol kis realista filmekkel valami párhuzamot, de nem válaszoltak, úgyhogy most megkérdezek téged, hogy neked mennyire köszön vissza ez a közeg. Hát nekem abszolút, tehát abban is, amit az előbb pedzegettél, hogy az ír fiúnak a figurája, ugye volt a 90-es évek elején egy ilyen ír-angol filmes felfutás, vagy sikere széria, tehát szerintem az írek kisebbségi problémái Angliában az egy ilyen kúrens téma volt viszonylag, tehát szerintem azt így becsatornázta ügyesen ebbe a filmbe, mint ahogy erről mondjuk kevesebb konkrét ötletem van, vagy nincs most konkrét ötletem, de hogy hogy a Jules egy ilyen unortodox életpályát képzel magának az angol viszonyok között is annak számít, nem? Tehát, hogy igen, hát ezt mondja van, is. Igen, tehát el van mondva, hogy ő fiús, ugye az anyjának az a baja, hogy túl fiús, ugye fölmerül ez a leszbikus komédia szál, hogy leszbikus lenne, és szerintem valamennyire ez is, tehát hogy az ilyen típusú kisebbségi problémák azok az angol filmben is ott voltak, vagy fölmerültek ekkor, nem. Igen, ez egy jó kérdés, hogy vajon nőcentrikus volt ebben, nem vagyok biztos benne, hogy ebben voltak ilyen nőközpontú filmek, de az simán lehet, hogy ez az ír figura szerepeltetése az egyfajta ilyen főhajtás is a Frírszék felé, tehát hogy a csathának ez, mint akkoriban filmet tanuló embernek ez fontos volt, és ezért is... Nyilván a dramaturgiailag is hasznos, mert így el lehet mondani, hogy van közöttük egy ilyen rokonság, hogy a fiú is egy hasonló kisebbségi helyzetből származik, vagy abban létezik, mint ő. És ezt mondja is egyébként a srác. Igen. Én ismerem a te problémáidat, mert engem is ugyanígy kiközösítenek, mert ír vagyok. Ezt nem angolként szerintem mi kevésbé érzékeljük a filmben, de valószínűleg egy angol nézőnek ez igenis mond valamit. Az valószínűleg már a kiejtésről is hallaná, én nem érzékelem annyira. Igen, biztosan a kiejtés benne van. Igen, igen. Meg azon is gondolkodtam, hogy amiről még nem beszéltünk, hogy az egész David Beckham jelenség, az hogyan van jelen ebben, hogyan forrasztja egységbe végül is ezeket a különböző típusú kisebbségi problémákat, vagy mennyire tud egy ilyen közös nyelv lenni, tehát hogy te mennyire érzed ebben a Beckham jelenlétben, vagy motivumban, mennyire érzed egyfajta ilyen metaforikus jelleget, hogy ez valamiféle ilyen közös, globális, ilyen tényleg egy ilyen forrasztó erő lenne? Hát ez egy jó kérdés, ez nekem nincs elég foci tapasztalatom, úgyhogy lehet, hogy egy filmban tud válaszolni, de az szerintem, hogy hát nyilván egy olyan ikon, mint a sport, mint kitörősi lehetőség, meg egyáltalán ez a sztár státusz, abban azért viszont nagyon van egy ilyen, hogy mondjam, indiaiak számára nagyon átélhető valami. Tehát, hogy számukra a filmsztárok is, de hát ugye, ha nem is fociban, de a kriketben, nagyon hasonló jelenségek vannak Indiában. Tehát, hogy ott a sportban jól szereplő figurák, azok tudnak társadalmilag és anyagilag is elképesztő felemelkedést produkálni társadalmilag. Tehát szerintem ennek a, mondjam, ez a vonzata minden indiai számára átélhető. Talán annyi, hogyha ez Indiában készült volna ez a film, akkor valószínűleg nem focit választanak, hanem krikettet. De egyébként teljesen ugyanez.
És ma már egyébként a foci is, tehát most az utóbbi időben, nem is tudom hány évvel ezelőtt elkezdték ugyanezt a foci ligát is ugyanúgy nyomni Indiában, mint a korábban a krikettet, úgyhogy most már azon belül is ugyanez a sztár rendszer van, hogy így mondjam. Aha. Én nekem csak azért jutott eszembe, mert szerintem pont a Beckham egy ilyen nagyon jól megtalált emblémája ennek a fajta nemzetközi és tényleg szupersztár sikernek. Mert hogy ő tényleg ma már ez lehet, hogy nem tűnik olyan nagy pályának, mint a mostani legnagyobb sztároknak, foci sztároknak az esetében, de hogy ő tényleg új piacokat hozott az európai labdarúgásnak. Tehát nem is még... Azt nem tudom, hogy ő mennyire jött, tehát hogy milyen származásra. Hát, viszonylag, tehát, hogy ő egy ilyen alsó középosztálybeli manchesteri, vagy valami, tehát hogy ugye Manchester Unitedbe lett sztár, és hogy onnan is származik, tehát hogy egy ilyen viszonylag ilyen egyszerű fiú. Munkás közeg. Ha szabad ezt mondanom, és ez ugye a beszédén is mindig érződött, amikor nyilatkozott. Uh-huh. És nem is, tehát már a Manchester Unitedbe is, de különösen amikor a Real Madridba igazolt, ami ezután a film után azt hiszem 2 évvel történt, akkor Japánban, Kínában, tehát ilyen felrobbant az ottani nyilvánosság, tehát hogy ő tényleg egy ilyen szemben integráló figura. Azt nem tudom, hogy Indiában van-e bármiféle különlegesebb népszerűséggel, nem hiszem, hogy talán gondolom, ismerik, de nem hiszem, ezt nem tudom. Nem hiszem, hogy egy extra... Inkább az, hogy a foci maga annyira nem, de szerintem, amit mondasz, az teljesen áll, és emiatt viszont nagyon, nagyon átélhető. Mondom, ugyanez van, csak náluk egyszerűen a cricket sztárokkal. Ugye ráadásul az egyik olyan terep, ahol egy indiainak esélye van akár Angliába, vagy más országokba is átigazolni, nemzetközi sztárrá válni, felfogni, tehát egy nagyon hasonló. Uh-huh. Szerintem ez attól jó pofa a filmben, hogy ez vizuálisan is, ugye, hogy a család számára már ez is önmagában megbosszánkoztat, hogy egy kopasz pasi van kint a falon a szobában, igen, és hogy nem értik, hogy lehet egy ilyen alakot egyáltalán sztárolni, meg egy indiai lánynak, hogy tetszett egy ilyen fazon, és nem értik, hogy ez nem férfiként, hanem... Tehát szerintem ez is ilyen szempontból egy jó dramaturgiai találat. Igen. Mind a kettő benne van, amit te mondasz, az is, meg ez a fele is. Igen, de ugye amit meg te említettél, ez a cricket téma, az meg ugye a film utolsó jelenetében van benne tök viccesen, ahol az edzőfiú kezd el cricketezni az apával. Ami ugye az apának meg egy ilyen sérelme, mint kiderül, hogy neki van egy ilyen traumatikus cricket tapasztalat a múltjából. Hát igen, mert tulajdonképpen arra, hogy integrálódunk, vagy nem integrálódunk, arra ez egy nagyon jó szimbólum szerintem. Hogy ugye, tehát ez egy érdekes dolog, hogy a cricket valóban az angolok közvetítésével került be Indiába, de utána annyira nemzeti sportá vált, hogy tényleg az a mai napig a legnépszerűbb sport, és tényleg olyasmi státusza, hihetetlen biznisz, óriási sztárokat termel ki, tehát olyasmi a státusz, mint tényleg Európában a focinak. Uh-huh. És közben azt teljesen indiai sportnak érzik, tehát az a nemzeti sport ilyen értelemben. És hogy ez nyilván egy ilyen a papa történet, és egy ilyen érdekes, hogy neki ez volt Kenyában a kitörési lehetőség, és ott elfogadták, és ott sztár lehetett a helyi csapatba, és számára ez volt a nem adaptálódásnak az egyik főjele, hogy Angliában nem engedték játszani, és nyilván ez már így a megbékélés az angolokkal, meg hogy egy generációval lejjebb, azért ez már talán jobban áthidalható, nekem ezt is jelenti, hogy itt már arról is szól egy kicsit, hogy a következő generációban ez már talán nem lesz annyira éles. És valóban nem vagyok ebben szakértő, de azt gondolom, hogy a 90-es évek végétől 2000-es évek elejétől. Azért is van ez a nagy indiai iránti érdeklődés Angliában, mert egyáltalán sokkal nyitottabbak már válnak a kisebbségi kultúráik iránt. Tehát ez a nagy angol felsőbbrendűség, ami korábban, a korábbi gyarmatukkal szemben megnyilvánult, aztán akkoriban kezd egy picit enyhülni. Uh-huh. És sokkal nyitottabbá válnak, és ez egy ilyen szép szimbóluma ennek, hogy talán a következő generációban ez már nem lesz ennyire szélsőséges, vagy elkülönült, vagy hogyha ez így érthető.
Szerintem igen. Sőt, ugye van egy ilyen földrajzi kiterjesztése is ennek a dolognak azzal, hogy ők ugye elmennek Amerikába a végén, tehát hogy kvázi így oda exportálják a megoldható, modernizált indiai nyugati közös identitást. Csak így eszembe jutott. De egyébként ez így is van, tehát ez nagyon át is jön az otthoni indiai filmekben is, hogy azért aki nyugaton élő indiai, az mindig sokkal modernebb, sokkal mindenféle szempontból iskolázottabb, modernebb technikával, modernebb életkörülmények között él, nagyvárosiasabban gondolkodik, nyitottabb minden, és ez egy ilyen toposz a filmekben, hogy eleve a nagyvárosi lét az generálja azt, hogy valaki modernebb gondolkodású, és ha nyugati indiai, akkor meg pláne. Tehát nekik van erre egy külön kifejezésük, ez úgynevezett NRI, NRI, az a non-resident Indian, tehát aki nem Indiában élő indiai. És ez jó pofa, hogy a 90-es évekig ezek a figurák az indiai filmekben mindig negatív szereplők voltak. A nyugaton élő indiai, ez egy rossz értelemben erkölcsileg elfajzott indiai volt, és ekkoriban kezdődött az, hogy ez átvált pozitívba. És ez nyilván nem független attól, hogy ők elkezdtek lenni az indiai film egyik piaca. Aha. És ez összefut ezzel, hogy ekkor indul a diaszpora filmkészítés, tehát minden irányból valamiféle közeledés, enyhülés figyelhető meg szerintem. Ja, és hát a legfontosabb, amit nem említettem, hogy nagyon fontos tényező ebben, hogy az indiai gazdaság ekkoriban globalizálódik. Tehát, hogy maga a nagy indiai gazdaság is ekkor kezd nyitni a nyugati piacok felé. És például az egy rettentő erős ilyen társadalmi jelenség, hogy rengeteg külföldre vándorolt indiai otthon is kezd üzletbe fogni. Uh-huh. Vagy exportál, importál, ottani leányvállalatot alapít, nagyon sok gazdasági összefonódás jön létre, ami korábban sokkal zártabb volt. Aha. Szerintem ez is benne van ebben a jelenségben. Ezek így... Bocsi, mondjad. Szakadozol, mondd még egyszer. Csak azt mondtam, hogy mondd, hogyha még valamit, nem akartam beléd folytani a szót. Nem. Mondjad csak, hogyha akartam még valamit. Igen, hogy arról akartam kérdezni, hogy ez az áttörés az indiai, az NRI filmkészítésben, tehát hogy nem Indiában élő indiaiak filmkészítésében, ez a diaszpora filmkészítés, ez hova jutott el mára? Mert hogy nekem azért kicsit az érzésem, hogy kevesebbet hallanánk ilyen filmekről, tehát mondjuk hozzánk nem jut el, tehát a Csavarbeindekemet bemutatták Magyarországon, de hogy nem is tudom, mikor mutattak be utoljára. A Csádától biztos nem mutattak be semmit azóta, maximum tényleg. De az egyetlen a bátkaság is, mert legényileg az 2000-es évek közepe. Igen, de igen. Ahogy néztem, én se ismerem, megmondom őszintén, nem ebbe az irányba folytatta annyira tovább. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valószínűleg ez lehetett az időszak, amikor nekik is ez a saját identitásuk kettőssége ennyire fontos volt, és utána ő is inkább jobban betagozódott a brit filmkészítésbe, kevésbé ennyire erre kiélezett filmeket csinált. Hát most van amúgy egy új filmje, azt nem tudom, hogy arról hallottál, egy Bruce Springsteen rajongó indiai fiúról. Nem, azt nem láttam még. Tehát, hogy azért abban is megvan ez a nyugati kultúra, és ez szerintem, de az, még én sem láttam tavalyi film. Azt nem tudom, hogy mennyire, most a Netflixen láttam, nem is tudom, melyik volt az, amit... ugye tudom, ez a... mi volt a magyar címe? The Suitable Boy volt az angol címe. Tehát, hogy ugye... ezek egy ideig ilyen művészfilmes fesztiválek ezekben futottak jól, és aztán jobban visszaszorultak, de most talán lehet, hogy az lesz, hogy a Netflix ezeket megpróbálja átvenni, vagy felszívni. Tehát, hogy most érdekes módon hirtelen Magyarországon is, a magyarországi Netflixen is megjelent egy jó pár ilyen indiai típus, vagy indiai film. Aha. És azt látom, hogy nem a mainstreamet próbálják annyira meglovagolni, hanem megpróbálnak egy ilyen alternatív lehetőséget biztosítani.
és ebből a Suitable Boy-ból, ezt most azért mondom, ezt is a Dipa Mehta csinálta, aki ugye hagyományosan egy ilyen, hát nagyon jellegzetesen diaszpora filmkészítés, nagyon sok olyan filmje volt, amiből botrány lett. Tehát, hogy annyira kikezdi a hagyományos értékeket, hogy az Indiában mindig ilyen, volt olyan film, amit nem is engedtek bemutatni olyan szintig, és hogy ebből is az lett, hogy csinált egy ilyen nekünk látszólag nem különösebben izgalmas indiai kérdéseket feszegető filmet, de már megint sikerült beletenni egy-egy olyan motivumot, amiből Indiában botrány lett. Viszont nyilván ez a Netflix csatornákon meg mindenhol látható. És ez megint egy olyan fórum, amivel bárhol el lehet érni az indiai diaszporában élőket, mert az angliai barátaim is erről vitatkoznak a Facebookon. Tehát, hogy pontosan ugyanazokat látják ezen a csatornán, mint én, csak mondjuk 20-szor annyi, mert oda nyilván másokat is behoznak, ami nálunk nem jelenik meg. De hogy ez lehet, hogy egy újabb ilyen alternatív út lesz arra, hogy olyan filmeket is meg lehessen csinálni, ami speciális közönségnek szól, egy kicsit az indián kívüli indiai értékeket is megjeleníti. Itt ugye abból volt a balhé, hogy ebben a... Hát ez is a értelemben klasszikus történet, hogy a szerelmi házasság versus elrendezett házasság áll a központjában, de ott egy olyan lány van, akinek nem is tudom, tán 3 vagy 4 ilyen jelölt is fölbukkan az életében, és az első, akiben igazán szerelmes, ez egy muszlim fiú. Ha. Ami a Mehta számára tabutörés, de belefér, az indiai otthoni közönség viszont teljesen kiakadt rajta. Tehát a most nagyon erős konzervatív hindu közösségek, azok be akarják tiltatni a filmet Indiában. Aha. Tehát megint egy olyan kérdést feszeget, ami hát ez a határeset, hogy Európában meg Amerikában oké, Indiában nem biztos. Uh-huh. Hát ugye még ami eszembe jutott most, itt vagy? De azért mondjad, hogyha... Csak, hogy annyira, néha így rossz az internetem, nem tudom, mi van. Hogy azt nem tudom, látta, de hogy a Netflixnek pont volt egy sorozata nyáron, Homemade címmel, ahol 17 rendezőt kértek fel világ minden tájáról, hogy mutassák be egy kis filmben, hogy mi van velük a karanténban. Nem, azt nem láttam. És a Gurinder csodának van egy epizódja. És tök érdekes volt nekem megnézni, hogy nagyjából úgy él a kisfilm alapján, ahogy a Jesse családja él ebben a filmben. Tehát, hogy kint van ugyanaz a portré a Babaji-ról, aki ilyen testtartásban adja az áldást, és olyan bulin ne vesznek részt még mielőtt beütne a koronavírus, mint amit a filmben látunk. Pedig szerintem neki amerikai férje van, azt hiszem. De mintha azt olvastam volna. Szerintem de, lehet, de... Attól ez még belefér, persze. Tehát, hogy otthon ilyen tök ilyen tartanak bizonyos indiai szokásokat, meg hogy ő a ruhában van, tehát ilyen száriban van, tehát hogy ez egy ilyen megvalósult csavarban, mint Beckham volt egy kicsit az a kis... Nagyon jobb pofa. De hát egyébként látszik ezen, hogy ő ezt a közösséget nagyon belülről ismeri. Tehát olyan apróságok vannak benne szerintem, amilyen nagyon... hiteles, ami látszik, hogy ez neki így a mindennapi élete. És szerintem pont ezek az apróságok, hogy így hogyan reagálnak az idősek egyes dolgokra, hogy mik azok, amit elfogadnak, és mi az, ami számukra már az angol életből befogadhatatlan, hogy miket főznek. Ugye ezek ilyen, persze ilyen kiszólások, hogy mit tudom én, karfiolos krumplit tanít meg, tanít a csajnak, hogy kell főzni, meg hogy állandóan uborka saláta van, hiszen magyarban uborka salátának van fordítva, mert régen láttam szinkronnal is, ezen jót rögtem. De hogy ezek az ilyen tipikus, meg a mindenféle fűszerek, meg tehát ezek a amin például én felfigyeltem, nagyon érdekes volt nekem, ezt nem láttam korábban, de azt gondolom, hogy ez ilyen szig dolog, hogy amikor az eljegyzés van, akkor a fiú kap egy karkötőt a lány családjától. Aha. Ugye ez azért van, mert a szikek, azok tradicionálisan kell magukon hordjanak valami fémet, ami régen ugye a fegyverük volt.
a mai modernek nagyon gyakran karkötőt hordanak, vagy láncot. És ugye ez egy, az egy ilyen tradicionális indiai szokás, ugye a mennyasszony szokott ugye karkötőt kapni, amikor belép a férfi családjába, de hogy emiatt náluk fordítva is van. Hogy ilyen apróságok, tehát hogy ezek így nagyon, meg az esküvő részletei, hogy hogyan megy a rituál, és ebből mekkora puccot csinálnak, meg hogyan díszítik fel a házat, hogyan énekelnek, ezek látszik, hogy ezek neki teljesen így a saját tradíciója szerintem. Igen, és ugye nyilván ezek olyan dolgok, amiket azok vesznek észre, akik vagy maguk is az indiai kultúra tagjai, bennfentes ismerői, vagy pedig tényleg úgy annyira megtanulták felismerni ezeket, mert valamilyen oknál fogva, mint ahogy te vagy, tudom, vagy nálad is jobban, mint angolok. Tehát, hogy, de hogy ez azért a legtöbb nézőnek nem jön. Nem, de szerintem arra nagyon jó, és ebben a korban az indiai filmek európai sikeréhez nagyon hozzátartozik, hogy ez közben nagyon jól tud működni egzotikus vonzerőként. Tehát, hogy nézőcsalogató elemként viszont bárki számára tökre él. Tehát, hogy az indiai filmek európai áttörésének az egyik fontos eleme volt, és szerintem egyébként mai napig is az, de ez különösen az akkori filmeken nagyon érződik, hogy ez a színes képes lap Indiáról. És akkor ebben benne vannak, tényleg benne vannak a ruhák, benne vannak a kaják, benne vannak a rituálék, a zenék, a táncok, a mindenféle tradíciók, és ezt azért a Csatha is elég jól meglovagolta, és szerintem az, hogy ez a film ennyire jól futott, azért ebben benne van ez is. Nem ez a fő fókusza, egy bollywoodi filmnek ez lenne a fő fókusza, de neki azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez jól eladható, és a mátkasság is legényedben még sokkal erősebben. Györgyi, én köszönöm, de megkérdezném a többieket, hogy van-e még valamilyen kérdésetek, ami bennetek maradt, vagy valami téma, amire még térjünk vissza. Vagy hozzáfűzni való. Hozzáfűzni való, mert ha igen, akkor most mondjátok. Nekem nincsen. Köszönjük szépen. Jó, fiú, szerintem akkor... Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Györgyi, köszi, hogy itt voltál. És tök jó volt erről a filmről beszélgetni, meg én is nagyon szeretem személyesen is ezt a filmet, és sokszor láttam, úgyhogy örülök, hogy itt is előtt ezen a filmklubon. Sziasztok! Köszi szépen! Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!